Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár urak! Napi rendelőtti felszólalásomnak a címe, hogy mi a következő lépés a kormány részéről és mikor. Több mint egy hónappal ezelőtt szólaltam fel először az üzemanyagok árával kapcsolatban, annak drasztikus emelkedésével kapcsolatban, illetve a társadalomra mért drasztikus hatásával kapcsolatban. Mind a felszólalásai, mind a határozati javaslatok, petíciók, demonstrációk, minden, amit az elmúlt egy-másfél hónapban végigvittünk, bízva abban, hogy a kormány azért előbb-utóbb elszánja magát egy, ha nem is bátor, de szükséges lépésre, mert talán bátornak akkor lett volna nevezhető, ha mondjuk Horvátországgal együtt bő egy hónappal ezelőtt meghozta volna. Bíztunk benne, hogy ezt meglépi a kormány, és nem tudok elmenni mellette, hogy először is elsősorban köszönetet mondjak, hogy ez a lépés megszületett. Ugyanakkor viszont ez a lépés még nem hozott megoldást. Ez a lépés pusztán nem is az első, ez a nulladik lépés annak érdekében, hogy valódi, valós megoldás szülessen. És hogy mi lehet a megoldás? Mint említettem, több határozati javaslatot nyújtottam be, és nyújtottunk be. Jelenleg is kettő van az országgyűlés előtt, és várja, hogy a szakbizottság elé kerüljön. Kérem önöket egyébként, hogy ezt majd ott szavazatukkal támogassák. Az első az az, hogy a munkába járást segítsük. A jelenlegi 15 forintról emeljük föl végre 30 forintra a munkába járás segítendő költséget. Ez sok-sok százezer magyar munkavállaló életét könnyíteni meg, és elengedhetetlen, hogy ehhez hozzányúljunk. A másik pedig az adócsökkentés. Egészen pontosan azt kértük a kormánytól, hogy forduljon az Európai Bizottsághoz annak érdekében, hogy a jövedéki adó és az ÁFA kérdését tárgyalja ki, lehetőség legyen jövedéki adócsökkentésre, és lehetőség legyen az ÁFA kedvezményes ÁFA körbe való átsorolására. És hogy miért is van erre szükség? Azért, tisztelt államtitkár úr, mert a magyarországi árakról elmondhatjuk, hogy elérték az Európai Uniós átlagot és azt a szintet. Hiszen ugyanannyiért tankolhatunk Ausztriában, mint Magyarországon. Az élelmiszer árak is elérték az Európai Uniós szintet. Ugyanannyiért tudunk élelmiszert venni Ausztriában, mint Magyarországon. Csak a legnagyobb baj az, hogy a magyarországi bérek nemhogy nem zárkóztak fel, hanem rendkívüli mértékben leszakadtak. Ha Ausztriát említettem, akkor a bérek kapcsán is hagyj említsem meg, hogy Ausztriában 3,5-szer akkora az átlagkereset, mint Magyarországon. Ezért van adócsökkentésre szükség. Van viszont két dolog, sok dolog, de kettőt említenék meg, amiben viszont megelőztük Európát, sőt, nyugodtan mondhatom azt is, hogy leköröztük az Európai Uniót az inflációban és az ÁFA-ban. Inflációban az Európai Unió tekintetében Magyarországon a legmagasabb az infláció, természetesen egekben az eurónak az árfolyama, ami ugye a kettő kéz a kézben is jár egymással. Az ÁFA tekintetében pedig olyan prominens országok társaságában vagyunk, a világ országainak a rangsorának a legvégén, mint Myanmar és Djibouti. Nos, ezért szükséges, hogy a kedvezményes ÁFA kiharcolásra kerüljön, mind az üzemanyagok, mind egyébként az alapvető élelmiszerek árának tekintetében, mert 20-30 vagy akár 40%-os drágulás is tapasztalható, vagy lesz majd tapasztalható hamarosan bizonyos területeken. De vissza a rövid időre az üzemanyag áraknak a befagyasztására. Kíváncsian vártuk, hogy mikor és hogy hogyan fogják befagyasztani az üzemanyagokat, és nem kellett, hogy csalódjunk, mert egy tipikus fideszes intézkedésnek lehetünk a tanúi. Úgy adnak, hogy a terheket másokra terhelik, másokra róják. Hogy mondjak egy másik példát, amikor a tavalyi évben a vállalkozásokat segítették azzal, és egy jelenállás szerint is fennáll, hogy az ipari üzési adójuknak az 1%-át elengedi, ez semmiben nem került az államnak, hanem az önkormányzatokat terhelték és terhelik a mai napig ezzel, és lehetetlenítik el. Jelenállás szerint befagyasztották a kiskereskedelmi árakat, ami nagyon jó a lakosság számára, ugyanakkor viszont az üzemanyagkutak számára rendkívül nagy problémát jelenthet. Szeretném önöket arra kérni, hogy ezzel ne spekuláljanak. Tudjuk, hogy a háttérben ott felsejlik a MOL, és egyébként amely üzemanyagkút bezárásra kényszerül, azt államosítani fogják, és egyébként be fog kerülni ebbe a körbe. Ne spekuláljanak, mert ez nem játék. Arra kérem önöket, 15 forintról 30 forintra emeljük fel a munkába járás segítő költségeket, tárgyaljanak az Európai Bizottsággal, hogy lehetséges legyen az adócsökkentés, a jövedéki adó és az ÁFA csökkentése, és tegyék mindezt úgy, hogy közben ne tegyenek senkit tönkre.
Számos kérdésben az elmúlt 10-11 évben hirdettek már szabadságharcot, és mondták el, hogy szabadságharcot vívnak az Európai Unióval. Nos, ez az a kérdés, ami ha tárgyalásos úton nem megy, akkor szabadságharcot kell vívni. Hajrá!